Tamásiban Porga Ferenc a város polgármestere köszöntötte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Agrárminisztérium szakmai fórumán megjelenteket. Viski József a vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár az eseményen rávilágított, hogy ahogy az elmúlt egy évben most is 1500 milliárd forint forráskihelyezés történt, a magyar gazdáknak pedig a 2023-27-es időszakra szóló közös agrárpolitika életbelépéséig kiemelt támogatást biztosítanak. Az uniós pénz, amit az Európai Unió az egyes tagállamoknak ad, az csökken. És Magyarország ezt úgy próbálta kompenzálni, hogy azt a kötelezően nyújtandó társfinanszírozási összeget, amit minden tagállamnak mellé kell rakni az uniós hozzájárulásnak, Magyarország a maximális szintre emelte, 80%-ra, egyébként egyelőre egyedülálló módon az Európai Unióban, és így elmondható, hogy egy kb. 4300 milliárd forintnyi forrás fog rendelkezésre állni ebbe a 7 éves időszakba, illetve annak az első két évében, amit most átmeneti időszaknak hívunk, 1500 milliárd forint. A gazdáknak szóló szakmai fórumon vendége Dita, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolnamegyei elnöke, a közelgő kamarai választásokra hívta fel a megjelentek figyelmét, melyre 5 évente kerül sor. Május 20-án 12 helyszínen várják a gazdákat, amelyről már e-mailben és postai úton is megkapták a tájékoztatást. A másik nagy feladat a gazdálkodóknak jelenleg az egységes kérelmek beadása, ezek során 2022-ben 43 támogatási jogcímre intézkedésre lehet igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni, melynek benyújtási határideje május 16-a. Körülbelül egy 5000 kérelmet várunk megyei szinten, aminek a 75%-át fogják beadni falugazdás segítségével, ez körülbelül a 3500 darab kérelmet jelent. A magyar kormány elkötelezetten épít az agráriumra. Legfőbb céljuk a vidéki gazdaság és foglalkoztatás, és a hazai élelmiszertermelés megerősítése.